Milyen hozadéka lehet ennek az Európa-bajnoki szereplésnek a magyar válogatott jövőjére nézve? Hát biztosan nagyon felbuzdít őket, ez, hogy jól szerepeltek, és szerintem ez a kitán csak egyre jobb lesz. Szerinted a világbajnoki selejtezőre ez milyen kihatással lehet ez a szereplés? Biztos, hogy jó kihatással, már jól kezdtük, és egy döntetlen meg két győzelemen vagyunk túl. Szerintem simán benne van, hogy kijutunk a VB-re. Hát ez egy érdekes, mi voltunk egyébként 2016-ban is kint Franciaországban, például a portugál meccsen. Annak azért nem lett olyan túl nagy hozadéka, úgy, mint játékosok szerint. Annyit viszont lehet látni, hogy a válogatott gyakorlatilag egyre jobb és jobb évről évre azért stabilabb teljesítményt nyújt. És ez jó. A VB-selejtezőkön ez valami plusz jelentett, hogy így szerepeltek? Igen, talán ugyanígy, lehet, hogy nem egyenesen, de mondjuk ilyen pótselejtezővel azért még van esély, én úgy gondolom, hogyha ezt folytatják, amit eddig csináltak. Hát ugye Szobosztai is, ha már is felépül, akkor nyilván többet is várok a csapattól. Én szerintem a VB az egy teljesen reális, megjelenthető cél előre, szóval én úgy gondolom, hogy a VB-n ott látunk. Szurkolók szempontjából szerintem mindenképp jót tett. Az angolok ellen szintén egy tehet házas mérkőzés lesz várható szerintem. Ott egy X-et, ha sikerülne megfogni, kint megverni a lengyeleket, és menni az EB-re, VB-re, vagy hát ugye. Szerintem mindenképpen profitálhat. Lehet, hogy ez az EB után ugye majd jönnek megkeresések, hiszen elég jól szerepeltek a játékosok, úgy gondolom. És erre szerintem mindenképpen lehet majd építeni a későbbiekben. Szerintem jövőre az VB mindenképpen, tehát szerintem nagyon nagy dolgot tanultunk, mint a portugálok ellen például, ahol nem úgy jött ki a lépés, ugye, ahogy kellett volna, de hosszú távon mindenképpen. Most megnézzük a keretet, csupa fiatal játékos szinte, tehát hogy nem sokan vannak olyanok, akik a következő világeseményt ne élnék meg. Hát azt mindenféleképpen, hogy erre fel kellett készülni, tehát fel kellett építeni a csodálatos nagy stadiont. Tehát ilyen infrastruktúrális szinten szerintem egy csomó ilyen történt, és hát nem tudom. Szerintem az nyilván az egy nagy impulzus volt, hogy sikerült kijutni erre az EB-re megint, kétszer egymás után. Tehát talán most már el tudjuk hinni, hogy a VB-n is ott lehetünk majd három év, nem, egy év múlva. Ez már nehéz számolni, ezt teljesen felborult minden, de szóval most szerintem van esély, tehát ezt most el lehet hinni, hogy meg lehet. Szerintem az összes magyar játékos, aki a válogatottban van, az annak innen csak fölfele. Tehát szerintem tényleg, ahol most vannak, nem ott fogják kezdeni az őszt, ahol befejezték tavasszal. Én ezt így gondolom. Biztos vagyok benne, igen. Hát én mondjuk éppen a Schäferre, meg a Schönre figyeltem fel, de szerintem a Szalai Attilát is biztos, hogy először egy csapat is. Ez is biztos, hogy benne van, de ugye nyilván az is jobb lenne, hogyha azért a NB1-ben sok jó játékos maradna, hogy az NB1 színvonal is emelkedjen. Szerintem Sallainak lehet még esetleg egy nagyobb lépcsőfok a Freiburgon felül. Schäfer mindenféleképpen, és Szalai Attila valószínűleg, hogy a Fenerbahce-ből el fog igazolni, ugye. Szerintem ez a három játékos, aki fixen feljebb léphet, a többieket meglátjuk. Schäfer, igen, aki itt a legnagyobbat robbant, valószínűleg az egész keretből. Ő nem hiszem, hogy a Dacnál fog maradni a nyár végéig. Szalai Ati, akit szerintem azért a 20 millióért bármelyik említett csapat, akár az Atletico, akár az Atalanta, akár a Leicester is szóba került, kifizeti, akkor nem csinálnak rossz üzletet. Hát, Sallaiban benne van még egy lépcsőfok. Kérdés, hogy ő akar-e várni még egy évet, és a Freiburgban erősödni, vagy pedig ha beérkezik esetleg egy Mönchengladbach, vagy egy Dortmund, akkor megye. De hosszú távon szerintem ez magának az utánpótlásnak is jót tett, hogy így már jobban figyelnek a magyar tehetségekre. Mindenképpen a fiatalok sokkal inkább nyitni fognak újra a foci iránt, új példaképjeik lesznek. Így is Szoboszlai őrület van, talán egy jó VB selejtezős felkészülés után, pláne ha kijutunk, akkor meg még inkább. Hát reméljük egyre több fiatal kezd el majd újra focizni. Te fogsz focizni a fiúk miatt? Igen. És ki a példaképp? Szoboszlai Dominik.